És megyünk. És megy, összevirágoztam a levél a lábamat, mert már nyár van. Már papíron is nyár van. Idő az nem ezt mutatja, meg itt a Hungaroring környékén mindig más, de szevasztok, srácok, hoztunk nektek egy nagyon-nagyon jó kis autót. Én nagyon szerettem ezt, Levi. Van nálad még egy autó, ami hasonló, de arról majd máskor forgatunk, meg máshogy csináljuk. De én ezt nagyon szerettem. Főleg azért, mert most utaztunk jó sokat ezen a héten, és ez egy olyan jó utazó autó. Na, hát ez, hölgyeim és uraim, az új Skoda Scala. És annak is örülök, hogy már így ekkorák vagyunk, így elmúlt egy éves a Driven, és már meg tudjuk azt csinálni, mint a nagy médiumok, hogy meghívnak minket a nemzetközi tesztvezetésre, és utána természetesen itthon is tudjuk tesztelni az itthoni magyar rendszámos tesztautót. És azért így, hála az égnek, tudunk mélyebb és másabb tapasztalatokat hozni nektek, mert hogy rendszerint egy nemzetközi tesztvezetésen, és ezt én is már hála az égnek megtanultam, ott mindig minden szép, ott mindig minden jó, és a Levi is nemrég jött haza első nemzetközi tesztútjáról, úgyhogy ő is majd ezt megérzi, hogy ott minden happy, ha esik is az eső, akkor se esik annyira az eső. Egy autó csendesebb, finomabb, gyorsabb. És ezt mondják, hogy nem csinálják, de főleg keleti márkák, Skodánál nem észrevehető, és ez is lesz a lényeg, de még mindig észrevenni, hogy azért úgy a nemzetközi tesztvezetésen azok az autók valahogy jobbak. És aztán megérkezünk itthonra, és akkor ezt úgy emlékeztem, hogy csendesebb volt, jobban fogyasztott, nem így kopogott, meg hát ott mindig a full-full felszereltség jön. Na és ugyanúgy, mint volt nálunk, nem olyan rég a Kamiq, a Skoda Kamiq, nézzétek meg azt a tesztünket is, ugyanúgy ez a Scala is egy őszinte autó. Nem mondom, hogy remek mű, nem váltja meg a világot, de tudja a dolgát, és hát látjátok, 2024-ben ennek örülni kell. És úgy hoztam el a Porsche Hungária telephelyéről, hogy a srácok is, akik így kiadják nekünk az autót, mondták, hogy ez kéne, ez jó. És ezen is gondolkodtam, mikor már fölírtuk az autót, hogy egész egyszerűen olyan árakkal dobálózunk, hogy hölgyeim és uraim, ez az új Octavia. Tehát szerintem Magyarországon és Közép-Európában ez lesz az az új céges autó, ami nagyon-nagyon sok embernek nem az, hogy kelleni fog, hanem ezt fogja, ezt tudja választani. Mert egy kombi golf árban lesz, de mondjuk azt rá, hogy talán még olcsóbb is bizonyos felszereltségnél, függ majd készletes daraboktól. Attól még, hogy 4,4 méter, és menjünk majd arról körbe, borzasztó sok hely van benne, mert egy Skoda, rengeteg Simplic Lever megoldás, de szépen kimondtam, szóval rengeteg Simplic Lever megoldás, azért, tehát érzed, hogy egyszerű, uncsi, szürke autó, de 35%-kal le van azért sötétítve a hátsó ablak, meg a csomagtérablak ott hátul. 18-as felnik, de azért elmondom a pontos méretet, tehát 205/45 R18, tehát nem annyira peres gumi, de azért érdemes odafigyelni vele vidéken, nem olyan jó utakon. És pont ezzel, hogy kicsit nagyobb felni van rajta, meg ugye kicsit krómozott berakások, és nem jön rá tetősín, ezzel olyan kis elegánsabb. És a Scalán én imádtam, mikor kijött ugye a Rapid után, amit tényleg nem értettünk, és most a használt autópiac se nagyon keresi. Imádtam ezt, hogy a szélvédő megvan oldva egy ilyen kis hajlítással, és ide van ráírva, hogy Skoda. Ugye nem jel van, és ez volt az egyik első ilyen Skoda, ami már ez így ki volt írva. És ez egy ilyen kis elegáns megoldás. És attól még ugyanúgy van rá, de egy ablaktörlő, hogy kilássál, mert attól még, hogy lefolyik a víz, poros lehet. Van valami légterelőnek, ne hívjuk, de egy plusz elemed ide hátra. És van egy lapos lámpád, ami kifelé szélesedik. És igazából ez az egyik legnagyobb változtatás, ami történt kívül az autón, hogy igen, játszanak itt a kis pirossal, hogy mindenféle irányba ilyen kristályszerűen vannak műanyag berakások, és kifelé szélesedik a lámpa, hogy nagyobb legyen. Ennyi. Most már megvan az, ami nem tudom, hogy ebbe benne van-e, szerintem nincsen, hogy így tudnád lóbálni a lábad, és akkor kinyílik, de hát segítsünk neki egy egyszerű gomnyomással, mert hogy ez egy selection felszereltség, és nem fullos, de már ebbe belekerült az elektronikus csomagtérnyitás, és itt van, tessék, Levi, 467 liter. Egy 4,4 méteres, vagy annál kicsit rövidebb, kisautós platformú autónak a csomagtérről beszélünk, borzasztó nagy. És mindjárt meg is mutatom poénból a nagyobbik oldalt, igaz, hogy ott van a táska, de hogy nézd meg, hogy mennyire jól le lehet hajtani. Elveszem csak, hogy lássuk így fixen. Tessék, oké, hogy van benne egy hupli, meg nem mondom, hogy itt kell aludni, de borzasztó sok helyed van arra, hogy pakolásszál. Most vissza is rakom, mert ide aztán be akarunk ülni. Egyszerű, nagyszerű, bekattam, becsappan, és keressük meg, és fedezzük fel az összes Simplic Lever megoldását. Hát mindig törekszenek arra, hogy több legyen, mint az előzőben, és ezt úgy érik el, hogy akkor eddig egy ilyen hálós csomag, ami ott volt lent, meg ez egynek számított, most már ez kettő.
Jó, tehát Levi, te is tudjad, ez most már akkor így több, ahogy volt a kamikban is, de hát rengeteg kis kampót kapsz, ugye ezeket a tárolókat, és attól még, hogy ez egy ekkora autó, nézd meg, van mankókereked, úristen, meg lehet oldani. És nem érzed benne, hogy kisporolták volna belőle az anyagot, ugye? Azért eszünkbe jut az összes Fordnak a kalaptartója, amilyen izé off-szer anyagból sikerült oda csinálni. Ezt még mindig fogod, leakasztod, étkezőasztal, kész, meg vagyunk. Jó, kis rántotthúsos szendvicsnek azért mondani. Kicsapod, mikor megyünk nyaralni. Tehát, hogy annyira jó. És nem váltja meg a világot, csak tudja a dolgát. És ezzel tud kitűnni, hogy a többiek már nem annyira tudják a dolgokat ebben a méretben, ebben a piacon. Tisztelet a kivételnek, nem fogjuk ezt szőrözni, szálazni. Tényleg megérkezett most már ez a világ abba, hogy igenis van helye a Skodánál egy Fabia és egy Octavia közötti szkálának. Az elején én se feltétlen éreztem, de ugye ezzel, hogy az Octaviát még jobban eltolták méretbe föl és árban is, és ez lesz majd a lényeg, egyszerűen ez kijön. Na? Ja, ugye? Ebben is már most már szürke jégkaparó, de itt van. Nagyon jó, csak hát nem tudom, eldobták a zöldet, de én szerettem a zöldet is. Figyelj csak, kinyitom a motorteret, mert azért ezt nyissuk ki. Gyere, ahonnan jól esik szeretnél, mindenhonnan egy egységnyi autó formája van. Jaj, selection felszereltség, mondtam már, Levi. Szerintem még nem. Akkor most mondom, hogy ez egy selection felszereltség. Lehetne, még itthon nem lehet rendelni, de majd lesz belőle Monte Carlo kivitel, ugyanezzel a motorral, csak akkor ez az izgi piros szín, és belül piros-fekete. Ez a normálisabb motorral, mert ne szóljuk le az 1 literes, 3 hengeres turbós benzines, de azért, na, ebben motor van, ezt kérem szépen egész egyszerűen 150 lóerő, 1,5 liter, 4 henger. Amit nagyon sokan hallottunk, jártunk vele, ismertük, minden rendben van vele. Bent lehet manuális vagy automata váltó. Tudja. Fájdalmas lehet valakinek esetleg, hogy... Kiakasztom. Nincs benne dízel. 5,9 literes fogyasztással jártam meg most a Tiszató és környékét. 130 tempomattal csendesen. Kevesebbet fogyasztana benne egy 2 liter TD 150 lóerővel, vagy a 115 lóerővel, mert ugye már lehet még kevesebbel is. Na, nem kell. Egyszerűen nem kell, vagy inkább azt mondom, hogy ez a világ már nem kívánja, mert az látszik eladásokból, hogy egyszerűen fogynak el azok az emberek, akik vágynának a benzine, vagy a, bocsánat, a dízelre. Ebbe a kis autóba értelmetlen beletenni öntöltő hibridet, mert azzal csak megdrágítanák ezt az autót és a hajtásláncot. Nincs benne lágy hibrid sem, tehát hogy nem lágy hibrid ez a variáns. Mozgatja. Első kerék, ennyi. Na, Levikém, figyelj csak, ülj be ide, mert kicsit hátrébb toltam azért azt az ülést. De vicces. Próbababa leszel, de vicces, még így egy pillanatra megmutatom, hogy tehát, na. Egy vicc kategória. Most hátrébb van tolva, vagy kicsit most igen, a te ülésed? Rám van, tehát nem rád lenne, a másik ülés van még jobban. De még ez a vicc, hogy te is. Tehát igazából az a jó, hogy a fejtered is normális. Igen. És ezt támban, nagyon jó megvan, látni. Tök jó, kényelmes. Mit van még? Ugye a... Hát itt szokásosan jó kis telefontartónak a kis zseb itt van, hogy oda le tudjuk rakni, a lábunk között legyen utazás közben. Jó, mély zsebünk itt mögötte megvan, van kettő kis fúvókánk. Azért ez kellemes, igen, mert ez nem mindig van ebben a méretben. Én próbálok úgy helyezni a lábon, ja, látom, valamit. Látom. Jó, az is egy Simply Clever, ugye, hogy ott van egy ilyen kis toldás, az, amit ki lehet venni. Tartó? Hát ez egy ilyen plusz tárol, ja, tudod, hogy oda szórjál rágót, mindenfélét. Meg van könyöklőd, azt szeretem ebbe, hogy ide jutott, mert már tök sok autóból kisporolják. Így van. Jó kis pohártartód, mondjuk más nem is kell rá. És simán el vagy itt hát órákat megint csak. Majd ezt boncolgatjuk menet közben, hogy ugye te ilyen kamikot, tehát ennek ugye az SUV igen. változatát, vagy ezt a szkálát választanád. Még én sem hallottam a véleményed, én tudom, hogy ezt. Jaj, de jó, még ide is bejutott a kis big business akasztó. Kampócska. Igen, de itt fönn is itt van, hál' Istennek. Az mondjuk mostanában nagyon sok autóból hiányoljuk, hogy igen, most mi beültünk a múltkor, hogy be akartuk hátra akasztani egy inget, mert rendezvényre mentünk, és egyszerűen nem tudtam hol rakni. De még úgy, még az ülés is úgy volt megcsinálva, hogy ide a fejtámának a kis akasztójába, vagy hát ide a fémrúgyba se tudtam beakasztani.
Úgyhogy hál' Istennek erre még itt gondolnak, igen, és megint csak lehet azért, mert hogy céges autó, azt mondod, az lesz hát a főpiaca? Hát én ezt érzem most nagyon ebben, hogy aranykorát fogja élni ez a szkála, mert annyival, hát egy egységnyivel, egy komoly egységgel olcsóbb, igazából olyan árban lesz, mint 5 éve egy Octavia. De nem amúgy, mert még annál is drágább. De tök jó nyílik, és van rajta hely, hogy beszálljak kényelmesen. Tehát még az én méretemmel is nem az van, hogy így be kell kuporgatnom magam, hanem beférek rendesen, bőven a fejemet sem. Nem kell levágni az egyik lábat, hogy ja, vagy tudjál a utazni. Ugye azt így gyorsan megmutatom, hogy ez, mivel egy kis autós platform, ugyanúgy kopogós alkatrészekből lesz összerakva, arra figyelnek, hogy a könyöklő rész az puha vászonanyag legyen, és ez, amitől ugye fájdalmas, és érzed, hogy egyen lentebbi kategória, mint egy Octavia, mert mondom, ugyanerre a platformra épül egy Fabia, egy Kamik, de egy Volkswagen póló. Tehát... Viszont most rozsdzsarú leszek, mert te a hátuljárnál nem mondtad el, csak annyira dicsérted, no. Akkor most hadd emeljem ki, hogy reggel pont arról beszélgettünk, hogy mondtad, hogy ez a szélvédő, vagy hát ez a hátsó szélvédő olyan jó, hogy szépen le van kerekítve, és így lefut, és belerakták a Skoda feliratot. De mégiscsak emberek vagyunk, hibázunk, és én nagyon félek, hogy az első vakontolatásnál, vagy hogyha felpakolod maximum ezt a hatalmas csomagteret, és nem látsz ki középen, és mondjuk nincs benne radar, vagy hát tolatókamera, vagy hát ezt akartam, már minden csak mondom, van, de hogy hallgatlak. Értem. Radar, tudom, kamera, nehéz. Aki ezzel neki tolat valaminek, javítsa is. Meggondolom, arra gondolsz, hogy ezt fogod odaütni, és repped a szélvédő. Hát és akkor az egész csere, hogy én nem is ez inkább, hanem most nézd meg ugye, hogy mikor fölnyitod, melyik a legmagasabb pontja. Ugyanúgy, igen. Tehát, és ugye ez már túlmegy rajtam is, tehát ez már bőven 230-on áll meg, vagy 220 magaslatban hát, áll meg valahol. Igen, valahol. És azért az parkolóházban, vagy beállsz a csövezés alá, vagy egy alacsonyabb garázsba, a panel aljába, azért ott igen. És ráadásul ugye, mivel automata, ugye elektromosan nyílik, az sincs, hogy félúton megfogod, megtartod és kiveszed. Hát el tudod kiveszed. Ezt is kapni, és akkor ugye, hogy reméljük hát meg áll, vagy elindul visszafelé, de ezt meg kell szokni, és oda kell figyelni, igen, mert nem biztos, hogy a ablaktörlő lesz a legmagasabb pontja ott azon éppen, amihez hozzáír. Így van. Hát erre figyelni kell, mert az biztos, hogy drága csere lesz. Gyere, üljünk be, menjünk te is előre. Jobb egyről, mert most ezt én vezetem. És akkor legalább addig le bekötöd. Én megmutatom, hogy fölbútról ez a rendszer. Egyik legfontosabb, igen, Skodánál értik, mire vágyik a közép-európai vagy akár nyugat-európai ember. Megmaradt a rezsókapcsoló, kihúzott, behúzott ködlámpa. Tudja, 20 lassan 30 éve. És ezt dobták el az összes Volkswagenbe, itt még nem. Ugyanúgy innen egyszerű, most megmutatom még statikus állapotban, ez a távolságtartó tempomatnak a külön kis kapcsoló nem a kormányról kezd bizbaszolni, mint ahogy a Volkswagenen van, és egy nagy panel fizikai gombok vannak a kormányon, ott is vannak még tekerői, de ezt odaadom a Levinnek, és akkor ezt még menet közben átnézzük. Jaj, nagyon szerethető kis gépezet, várja, ez ezt itt le kell lépni, be kell lépni. Hatalmas tablet, de itt lent, igen, itt még megvannak a jó kis légkondú kapcsolóink és állítóink, és már föl is villan nekünk. Simply Clever, sokadik kiadás, ugye, hogy gyárilag kapsz a kis pohártartódba ilyen tartót, hogy pont oda menjen a slusszkulcsot, hogy tudjad, hogy hol van. Egyszerű, nagyszerű dolgok, de szerethető. Hallgasd! Így kattan, de jó! És? Meg kell mondjam, hogy ezt női felhasználók is nagyon szeretik, hogy na, be van húzva, nem itt keresni kell, meg mi van, ki van engedve, érzem, és tudom, helyet jobban tudod kihasználni, minek itt a fizikai bobden, mikor megnyomod, és valahol ott valami kis elektronikai kütyű megnyomja, és igazából úgy, ahogy van, meg na, kiengedi. Megijedtem, hogy nehogy már kapcsolódjon itt a telefonhoz az Apple CarPlay Android autó, amúgy vezeték nélkül is tök rendben van. Megint csak akik szitták itt ugye pár éve, hogy tényleg az ID3-mal az gáz volt, mikor még megjelent. Már régen eltűnt a Volkswagen csoportnak is ügyes a rendszere. Mielőtt még elindulnunk, megmutatom, hogy ez a nagyobb kijelző, 10 colunk van, és a kisebb az jobb. És ezt már megbeszéltük többször, mert a kisebbnek itt lenne egy fizikai hangerő tekerője, itt meg már itt kell plusz-minusz nyomkodni, és tényleg 2 colnyi kijelző, nem fogod ezt jobban látni, mind a kettő jól fog működni, teszi a dolgát, de ez annyival nem nagyobb, hogy azt a felárt, meg azt a többlet képernyőt te akart fizetni, én nekem sokkal nagyobb érték lenne a fizikai kis hangerőtekerő. Igazából nem vesztesz annyit, ha vezető, tehát sofőr vagy, mert ezen a két kis... Úgyis a kormányon fogod állítgatni. Tekergeted, de azért, ha valaki itt ül, vagy te is jobban szereted, hogy itt szeretnéd, akkor az úgy kellemesebb. Vannak normális méretű légbeömlőid, jön rád a levegő, és ugye az fájdalmas, hogy itt már eltűntek a tekerők, ha dual klímát veszel, de azért még ugye a hőfokot fizikailag tekered, a plusz-minusz az fizikai gombbal van, az ülésfűtés is, és itt hozod fel a menüt,
hogy ahonnan ugye részletesebben akarod állítani, hogy hova fújjon, mit fújjon, tud olyat, hogy mindenhova és sehova, nem csak azt, hogy föntre lábra vagy rád lábra. Van ugye ez az Erker funkció, aktív, nem aktív, tisztítja neked a levegőt. Még mindig jobb ez szerintem, mintha nem lenne semmi. Érzed, hogy szépen lassan múlnak el a jó dolgok, de legalább ez még itt maradt nekünk. És akkor attól még, hogy selection felszereltség, itt meg a motoros srácok már nagyon jönnek, kicsit arrébb megyek, hogyha ide jönnének a fiúk. Virágozzék minden virág. Tehát azt akartam kiemelni, hogy ez az anyag, ez nagyon jó pofa, hogy ugye tényleg egyszerű, nagyszerű. Én ettől mindig félek, hogy a takarítás nem mennyire fog koszolódni, pláne, hogy ilyen jó világos szürke egyébként. Na mennyire fog szerinted? Attól függ, most nem tudom, az első McDonald's után, amikor belekened az zsíros. Na de megint ezektől én megfeszülök. Autóban nem eszünk. Jó, tehát, hogy nem kell autóban enni. Ha megveszed Elviterre, szálljunk ki, ott a jó kis kalaptartós, lerítsük le valamivel. Jó, így van, lehet piknikezni, kivéve ha szakad az eső, de értelek egyébként persze. Tehát vigyázni kell rá, és akkor nem lesz hogy ez megint. Ha olyat akarsz, Levikém, Dacia Duster, slagdal kimosod, megy a dolgára, az arra való. Tehát abban nem ehetsz, abban beszállhatsz sarasan, mert az arra van, az egy olyan használati eszköz. Ez azért egy olyan céges autó lesz szerintem, amit szoftverfejlesztők vagy bárki, aki kapja a cégétől, fog használni. És akkor érkezzünk meg is itt az árakhoz, kezdjük el ezt boncolgatni, mert ez lesz a vicces. De kijött a lelke Swiftes. 8 millió forinttól indul egy szkála, körülbelül onnan, mint egy kamik. Az alapfelszereltség, távolságtartó tempomat nélkül, engedjük is el, az egészséges felszereltségekről beszéljünk. Ez itt, az erősebb motorral a Selection felszereltség 10 millió 700 000 forint, és ezért mondom, hogy azért haladunk, csak összehasonlításképpen rögtön, ugyanitt egy Octavia Selection felszereltség 1.5 TSI, ami ott ugye a belépő motor igazából, de DSG-vel, 13 millió forint. Tehát majdnem, tehát mondjuk azt, hogy 2 millió forint meg egy kicsit több, mert mindegyikre lesz valamennyi akció, a különbség a két autó között, és ezért kapsz 25 centivel több autót, csak ugye a legtöbb embernek már lehet nem is kell, mert városban használja, vagy 4,6 méteres az az autó, ami kényelmesen beférne a garázsába, és egész egyszerűen a túlnőtt Octavia már nem fog beférni. Most mész majd ugye a Superb tesztvezetésre, amit nem mondjuk, hogy melyik, mert a kombi verziónak ugye aznak 4,9 méter már a hossza, tehát ez a komoly, hogy lehet nem éli meg a Superb, de hogy lassan azt adná ki, mert minden autón növelni kell, hogy 5 méteres legyen, ami egy abszurd adat. Tehát így ezért gondolom, hogy ez a szkála most aranykorát fogja élni, mert hogy ez a konkrét autó 14 millió forint lenne, amiből már jön le gyári akció, meg még árkedvezmény, meg még az a lényeg, hogy ez, amiben itt most ülünk, 12 millió forint, és ez egy nagyon jól felszerelt autó. Tehát, hogy a legjobb hajtáslánc, amit ebbe vehetsz, mert DSG váltó, 150 lóerő 4 hengeres benzines, minden adaptív dolog benne van, táblafelismerő, távolságtartó tempomat, bicikli figyelő, tehát keresztforgalom figyelő, és párhuzamosan veled közlekedő biciklis, aki mindenképpen itt akar elhaladni, nehogy rányisd az ajtót. Végülis nem mutattuk meg, de igen, ebbe is van esernyő, ha valaki ezt kérdezné itt a bal első ajtóban. Dudál indexen megy. Nem fogja megváltani a világot, de egy nagyon-nagyon jó kis autó lesz, amit nyugalmasan használsz, és ez volt bennem az érzésem nekem is itt ez a pár nap alatt, hogy nem kérdőjeleztem meg vele semmit, nem akartam feszülgetni, azt se tudom tök őszintén, hogy most hol kéne áttennem sportmódba, mert ugye, mivel egy DSG, és tök jó, nézd, tudod, ennyi tudod, hogy lehúzod S-be, visszavált kettőt, vagy hármat, és így tudsz akkor egész normálisan megindulni, és akkor tudsz előzni, vagy csak autópályán balsába kimenni, ha nem akarsz úgy nagyobb gázt adni, mert ugyanazzal a gázállással, akkor mehetsz, olyan kellemesek ezek a dolgok, és akarod ezt így használni, és nem gondolkozol azon, hogy mi van, és mentünk vele 360 km, csak kicsit szúrjunk oda a jövőnek, fél fölött van az üzemanyag tankom. Tehát, hogy azt mondja, hogy még egy ilyet nyugodtan, meg ugye már autóztam városba, és most kereken 6 liter itt az állva forgatás, meg mindenfélével a fogyasztásom. Hát tényleg, tehát, hogy azért ezek ölik meg a bolygót, és ennyi, zárójel bezárva, ne is menjünk ebbe tovább bele. Itt van a kis parkoló cetlinek a tartója. Na és ugye 12 millió forint, ez itt. Ugyanez Octaviából 15-16 millió forint lenne szerintem. Az már pont az az egységnyivel több pénz, amivel nem fog beleférni nagyon sok ember a keretében, amikor új autót keresgélnek. És ugye pont az lesz, hogyha még, amit beszéltünk, ugye, hogy esetleg egy négyajtós golf vagy egy kombi golf beleférne, lehet azt mondja, hogy oké, kicsit rövidebb,
de ezt meg jobban felszereltet, egy gazdagon felszereltet változatot vehetek, és közben mennyire jó, hogy vannak fizikai tekerőim, és azért a Levi volt az, aki annyira nem vágyik ezekre, de azt látom, ő is kezd megtérni, hogy jó az, mert ült már egy pár érdekes megoldásban, jó az, hogy vannak itt fizikai gombok. Igen, kell... kezdek ráébredni én is egyébként, hogy néha kényelmesebb és jobb, de azt majd egy másik tesztbe talán kifejtem nektek, hogy mire gondolok pontosan. Mit látsz te itt belül? Mi az, amit így érzel? Itt most belül, hát ugyanaz, amit elmondtál ennél a középső tabletnél, hogy nekem tök felesleges azt a hangerőgombot még beleépíteni, vagy beleintegrálni a tabletbe, amikor lehetne tekerős is, mert ugyanarra lyukadok ki az összes ilyennél, ahol érintőképernyő van, tök mindegy, hogy állított, fektetett, mekkora szóról beszélgetünk, mert a lényegen nem változtat, oda kell néznem, hogy mit akarok rajta állítani. És abban a pillanatban, hogy oda nézek, sokkal jobban elveszi a figyelmemet az útról, mint amikor tudom, hogy lent jobb oldalt, lent mellettem ott van a kis tekerőgombom, és tudom, hogy hova nyúlok, mert már megszoktam, hogy ott van, hogy mit kell megfognom, mit kell éreznem, és állítom vele, és ugyanúgy néha inkább már vakon megy fejből az állítás ide-oda, mint hogy a tabletre minden egyes alkalommal. És tök mindegy, mennyit vezetek tablettel, akkor is oda kell néznem a tabletre. Nincs olyan, hogy na majd megszoktam, hol van, mert valamiért átvariálódik. Igen, mert nincs ez a fizikai érzet, hogy én azt megnyomtam, és meg kell győződnöm róla, hogy tényleg benyomtam azt a gombot. Tehát itt is, mikor már hangerőt akarsz, és elkezded így izélni, és igen, jó, a hangerőt azt ugye hallod, de általában, de attól függetlenül sok más van, amit ugyanúgy nem veszek ki belőle egyébként, hanem valamilyen visszajelzés kell, vagy hang, de még jobb a fizikai, tehát érzem, hogy én ahhoz hozzányúltam, elkapcsoltam, átkattintottam, valamit visszaad. Ez, és egy ilyen autót kéne minden márkának letenni, és prezentálni ott az Európai Unióban, amikor így döntének ezekről a dolgokról, hogy 2030, aztán 2035, aztán megint vissza, mindegy is, most még mindig nem tudjuk, mi lesz a végleges, majd odaérünk, akkor meglátjuk, hogy mikor is lehet olyat csinálni, hogy nem adunk el, vagy nem adhat el egy márka belső égési motoros autót. Ez ilyeneket kellene, mert hogy 1200 kg körül van az autó saját tömege. Gondolj már bele. És azt tök jó terhelheted, mert a futómű meg elbírja. Egy tök egyszerű megoldás van alatta, azért van hátul csatoltengelykar, hogy még több helyed legyen, de mi hogy könnyű, nem lesz rossz vezetni, nem fog úgy elpattogni, nem is akarsz vele racsézni, de tehetsz a tetőre is, ugye tetőcsomagtartót elbírja, kibírja, tehetsz rá, ha kész rá vonóhorgott biciklitartót, vagy oda is valami tárolót. Ezeket kéne gyártani. És ugye ezek drágulnak, vagy ez szenvedi meg azt, hogy az elektromos autókra is költenek a márkák pénzt, ezekből meg szeretnének profitot szerezni, és a nap végén ti felhasználók, vagy mi felhasználók, hogyha mi is itt Drivenben ma ott tartanánk, hogy vegyünk már egy céges autót, de hát mi valószínűleg dobozost és ilyen nagy forgatósat vennénk, de hogy valamilyen egészséges, egyszerű, nagyszerű, nagyon jó fogyasztás lenne, ha lenne benne egy dízel variáns, de tényleg kijött az eladásokból, hogy nincs rá szükség, nagyon vicces, hogy majd jön, nézzétek meg, még nincsen, amikor ez a live ugye most forog, kiposztolva a csatornánkra, a YouTube csatornánkra a Yaris Cross tesztünk, de ott is eldobták a sima benzint, és csak öntöltő hibriddel lehet venni egy Yaris Cross-t, mert az úgyis lifestyle, nem úgy, mint a Yaris, hogy kell egy nagyon alacsony indulóár, és a 196 ezer eladott Toyota Yaris Cross-ból 186 ezer öntöltő hibrid volt. Tehát, hogy látszik, hogy elmozdult ebbe az európai vásárlóközönség, hogy tényleg megérezték, megértették, hogy nem kell a dízel, és én se választanám, mert tudom, hogy akkor lehet a maradványértéke esetlegesen rosszabb lesz, vagy bármi, ha én hosszabbra magánügyfélként veszem, és azt mondom, hogy 10 évre veszem, nem 5 évre, és a benzinesre vigyázok, mi baj lenne vele, és reméljük nem is lesz komolyabb, be kell tartani mindent, amit a gyár előír, vagy akár még hamarabb is olajcseréket levezetni, megcsinálni, és ennyi. Nagyon-nagyon kis korrekt autó. Mit hagytunk ki? Mondd, biztos írjátok meg, ha valamit esetleg kihagytunk. Természetesen, na itt még ezt elmutogatom, digitális kijelző, minden tud, ami szemszájnak ingere, rengeteg mindent tudsz rajta változtatni. Így viszed, úgy viszed, tekergeted, várjál, még tekergeted, így tekergeted, elő lehet hozni valami, igen, így, aztán meg ugye, hogy még a... Na, te figyelj, na, csak rávettem, hogy a kijelzőn is változtassam. Valahogy ez a nyugis mód, itt még elveszi ugye bal oldalt, hőfok jobb oldalt, mennyi üzemanyagot van, ez a sportos, és akkor és akkor van még egy, kiteszi neked a térképet is, ha szeretnéd. Nagyon jó gép. Na.
köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a jó kis videónkat, mondjátok el, hogy tetszik ez a szkála, és akkor ez, tehát, hogy érzitek ezt a szelet, amit én, hogy ezek lesznek az új céges autók, vagy már ezek az új céges autók, mert azért az előző szkálából is rengeteget vettek, mondjátok el. Még egyszer köszönjük, hogy megnéztétek ezt a konkrét videónkat, nézzetek át a többire is, jövünk további tartalmakkal. Így van, TikTok, YouTube, Instagram, megvagytok, megtaláltok mindenhol minket, srácok, úgyhogy hajrá, megyünk tovább. Így van, szavaztok. Sziasztok.